fogalmak azok helyettesíthetik is a látványt. Tehát ahogy egy kép, ugye ahogy mondtam az előbb, bennünk történik meg, a fogalom is bennünk történik meg, az szerint asszociáltat, ugyanúgy, mint a kép, amilyen előképeink vannak, amilyen élményeink vannak, ahonnan jöttünk, ahogy értelmezte, ahogy tanítottak velünk dolgokat, vagy első élményként megértünk dolgokat. Tehát a fogalmak azok tehát kiválthatják azokat a képzeteket, amivel a vizualitás is rendelkezik. Remek játék ez, ismerjük ugye, hogy ugyanannak a képnek másfajta képaláírást teszünk, vagy másfajta címet, ez nem egy pipa. Vagy René Magritte-nek itt talán kevésbé ismert képét, a álmok kulcsát, tehát ezek mind ugyanezek az ügyek. Ez számomra egy nagyon-nagyon fontos felismerés, állítás, és tulajdonképpen azzal, hogy kiírunk a falra egy fogalmat, ezzel elindítunk mindenkiben egy valamilyen fajta asszociációs lehet, vagy a teljes érdektelenséget, vagy pedig bonyolultabb összefüggéseket, a szavak egymáshoz való hatása, a szavak anyag választása. Ugye ez egy kiváló dolog, hogy a szavainkat, meg a fogalmainkat le tudjuk ilyen jelecskékkel írni, így vagy úgy. Tehát rögtön egy vizuális társítást is mellé tudunk tenni. Egyébként az a munka, amikor ezeket a lelkesítő fogalmakat, ezt a 54 darab fogalmat beszéltük, hogy tulajdonképpen a vizuális megvalósítása is nagyon fontos. Tehát az, hogy jelenik meg egy szó, az rögtön ad egy vizuális képet, attól függetlenül, hogy beszéled a nyelvet, vagy nem. Tehát lesz egy valamilyen fajta, nem azt mondom, hogy esztétikája, de lesz egy vizuális tartalma. Benne lesznek azok a vizuális elemek, amik a egyébként, nem tudom, illusztrációnál, rajznál, szobornál is megvannak. Tehát ugyanúgy vannak benne formák, vonalak, tömegek, ritmusok, kompozíciók, nem tudom micsoda. És ahogy ez meg van valósítva, ez az üvegtábla festmény sor, ez olyan is, hogy tulajdonképpen bizonyos elemei ilyen logóként is működnek, tehát betű képként is működnek, ami megint egy nagyon érdekes kutatási terület, hogy a meglévő kötött, bár nagyon-nagyon széles skálán működő formavilágú betű karakterek azok, hogyha egymással viszonyba kerülnek, azok hova vezetnek és mit asszociáltatnak, függetlenül attól, hogy mit írnak le, vagy hogy néznek ki.